Egy hermanos diák is képviseli Magyarországot egy vietnámi matematika versenyen. A magyar válogatottba kétfordulós megmérettetésen választották ki két kategóriában a legjobb 6 diákot. A nemzetközi matematika versenyt áprilisban Hanoiban rendezik meg. A számológépen ehhez is van billentyű, és akkor mindenki megkeresi a számológépén az NPR billentyűt. Matematika óra a Herman Otto gimnáziumban. Egy középszintű érettségi valószínűségszámítási feladatait oldja meg a táblánál a 8-os Havasi Marcell. Rengeteget gyakorol otthon, szakkörön és Budapestre is jár felkészítésre. Ő is fogja képviselni Magyarországot a hannoi matek versenyen. Nagyon nehéz feladatok vannak, mert a vietnámi tananyag szerint zajlik a verseny, és ott komolyabban veszik a matekot, mint itthon. Úgyhogy itt nálunk 9 néhol 10-es tananyagnak felel meg az, amit csináltunk. 4 éve Marci osztályfőnöke és felkészítő tanára Juhász Attila. Ő is nagy kihívásnak tartja, hogy diákja ilyen rangos versenyen szerepelhet. Típus feladatokban például diofantikus egyenletekkel foglalkoztunk, másodfokú egyenleteknek az elemi megoldásáival, gyökök együtthatók közötti összefüggésekkel, tehát ilyen témakörökkel foglalkoztunk például szakkörön, ami majd az itteni anyagban csak tulajdonképpen 10-ben jönnek majd csak elő. A gimnázium a Miskolci Tankerülettől kapta a nemzetközi versenyre a meghívást. A selejtezők online fordulóval kezdődtek, ahol kategóriánként 21 tanulót választottak ki. Ezt követte egy kétfordulós verseny, ahol eldőlt, hogy ki az a 6 tanuló, aki Magyarországot képviselheti a megmérettetésen. Így jutott a legjobb 6 diák közé a 8. osztályos Havasi Marcell tanulónk, akire nagyon büszkék vagyunk, ugyanis nem csak az iskolánkat, hanem Miskolcot is képviselni fogja Hanoiban április elején ezen a nemzetközi matematika versenyen. A Hanoi nyílt matematika versenyt 2004-ben szervezték meg először, 8. és 10. osztályos diákok számára. A megmérettetés tavaly óta más országokból érkező csapatok számára is nyitottá vált meghívás alapján.